Azért mondom, hogy van -e ugye ez az adatvédelmi rendet a GDPR, amit négy évvel ezelőtt vezettek be, de ez óta az adatvédelmi szervek legalább majdnem ezer alkalommal szabtak ki bírságot a szabályok megsértése vagy a megfelelés hiánya miatt, és hát ezen kívül nyilvánvalóan a legutolsó dolog, amire gondolnak a kis vállalkozások, hogy biztonságban tudják adataikat, mert az, azzal nem foglalkoznak annyira. Ezért aztán a Kingston Technology szakértői javasolnak a kkv k számára 12 pontot, amit érdemes betartani. Egy, mindig naprakész szoftvereket használjunk. Hát kérem, ez evidenciának tűnik, de egyáltalán nem az. Legtöbben ugyanúgy nem foglalkoznak ezzel, és csak akkor frissítenek, amikor már De amikor nagyon, felhívja nagyon kötevet, a gép, hogy ön. Hát valahol ez kikapcsolja, mert idegesítő, jó. és. Mondja te, én mindig mondom a páros tippeket, te pedig a páratlanokat. Rendben. Automatizáljuk a biztonsági megfelelést. Hát igen, itt is az van, ugye, hogy automatizálni kell, mert magától ez nem fog eljönni. Igen. Úgyhogy aztán cseréljük le az elavult hardvereket. Ugye olyan tanácsokat mondunk most, amik, amik triviális. minden triviálisak, de. De nem. Tehát nem mindig szükséges a legújabb gépeket beszerezni, de azért a, azt, hogy a frissítéseket tudjuk csinálni azokon a hardvereken, az nagyon fontos. Őrizzük meg adataink biztonságát mentési tervel. Ugye ezen az adathalásztámadások elleni védekezésnek az első és legfontosabb dolga, hogy menteni, 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 mert akkor hiába jelentkezik hát, be, hogy akkor most hát csak 6000 dollárért fogod visszakapni az adataidat ha ezt te megcsinálod magadtól, akkor csak mosolyogsz egyet ezen, és visszaállítod a rendszert. Igen, és itt kell, hogy legyen ez a mentési terv, inkább ez is nagyon fontos, hogy, hogy legyen egy adatvédelmi nek kinevezett biztos a cégnél, aki ezzel foglalkozik, egy felelős, akinek van egy jó kis öm, öm, terve, És annak ehhez is hardverek, kérem szépen, van. ezek a titkosított USB-k, titkosított SSD-k. Na aztán mi jön még? Az teljes. jössz. Használjunk VPN-t virtuális magánhálózatot. Ugye ez egy elég hangsúlyos eleme az adatvédelmi stratégiának, főleg, hogyha nyilvános wifi-hálózatot használnak a kollégák. Aztán az én tanácsom az, hogy kapcsoljuk ki a Bluetooth-t. Uh -huh mert hogy ez egy olyan kapu, ami ugye bekapcsoljuk, hogy ezzel, meg azzal, meg hát összehangozó, a hangol a és ne kelljen vele veszködni, de ha így hagyjuk, akkor ez egy olyan nyitott kapu, amit meghekkelve azért könnyű bejutni a belső hálózatra, nagyon gyakran élnek is ezzel a támadók, azt kérik törünk, hogy kattintsuk rá egy adott hivatkozásra, akkor ennek ne dőljünk be, úgyhogy ezzel is vigyázzunk. És akkor a, itt ne jön már át is, meg igen, gondolatlanul. meggondolatlanul. Ez ugye klasszikus, megint csak egyfolytában rákattintanak mindenféle kár okozót tartalmazó hivatkozásra. Aztán az én tippem az, hogy védjük a mobil eszközeinket is, mert oké, okay, hogy most már van tűzfal, meg vírusirtó szoftver, mm -hmm. nem csak az ott asztali gépen, hanem hanem mondjuk a hordozható eszközeken. Device világ, Na ugye? De amikor a mobiltelefonunkat nem védjük, akkor. És azon Hiába is ez az egész, meg hát azon, azon is vannak adatok, azon is dolgozunk, azon keresztül is kapcsolódunk a belső hálózatra, úgyhogy ha ezeket nem védjük, akkor olyan, mint ha nyitva hagytuk volna az ablakot. Na egy kis social engineering következik, ne hagyjuk befolyásolni magunkat. Hát ez ugye a legtöbb támadásnak az alapja, amikor mindenféle olyan infót csikarnak ki a munkatársaktól, amit hát nem biztos, hogy el kellett volna mondani. Aztán készítsünk tervet az incidensek kezelésére. Akkor kezdjünk el töprengeni, Bizony. kedves vállalkozótársak, Ha már megtörtént a baj, hanem hogyha valami, valaki meghekkel, ellopják, lezár, nem tudom én micsoda, akkor valami, valamiféle protokolt hát hozzunk igen. létre. És hogy legalább És csillapítani lehessen a problémát. De ugye? ami ennél fontosabb, hogy ne őrizgessük azt az asztalfiókunkba, hanem tegyük Van közé, terv. hogy akkor... Most, ne, most van egy terv, de nyaralok, most nem nem, nem tudok hozzáférni. Tehát, hogy ezt minél szélesebb körbe a kollégák között. Ez a hogy terv, mindenki tudja, hogy hova kell nyúlni. Ez a leghangsúlyosabb rész, ez a tervezés és az a stratégia. A 11-es pontban is az van, hogy készítsük fel munkatársainkat a támadásokkal szemben. Aztán működjünk együtt az ökoszisztéma széttagoltságának elkerülése érdekében. Na, ez, mit, ehhez mit szólsz? Hát igen, ugyanez lényegében. Igen. Ez a 12 pont, tehát a Kingston szakértői állították össze a KKV szektor képviselőinek. Érdemes megfontolni, átgondolni, bevezetni. Ha nincs ilyen, egy checklisttel végignézni, valamelyik ezek közül hiányzik, akkor azért sokkal sérülékenyebbek lehetünk.